Na most látogatom meg a toilettet. Ismételten sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk ezt a Tennessee Whiskey, azon belül is a Jack Daniels meghömbölítve valamivel túránkat. Itt most hogy találtad ki ezt a szót, leszek? Valahonnan jött ide mélyről. Azon belül hömbölített Jackit kóstolunk. Bővebben egy kis cinnamonnal, vagyis cimette! Fahéjjal van megkeverve, az alapviszki az továbbra is a numero 7-es Jack Daniels, kis fekete klasszik, megkeverve. Körülbelül ennyi, megkérem Totyát, hogy részletezze a további opciókat, vagy ha nincs hozzá kedve, akkor röfentse az üveget és töltsön a pohárba. Most ilyen fél literes üveget fogunk felröfenteni. Kíváncsi vagyok, mert az igazság, hogy már sokat hallottam. Most mi van? Most nehogy már kelljen egy kettes kiosztalom neked bontásból. De. Hát itt az ellenőrződ? Valószínűleg ki kell bazd. Várjál? Mert lehet, hogy fősikerű javítanom hármasra azt a kettest. Hol a schnitzer? Hát akkor töltök. Azért vagyunk ennyire csöndesek, mert nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Tehát most én egy kicsit... Ez a nagy Csehovi csönd. Igen, és én szeretném azt, hogy ez is ugyanúgy meglepjen, ahogy a Jack Honey meglepett. És ne olyan kudarcot okozzon, amit a Jack Apple okozott. Viszont elmondhatjuk, ez a legvilágosabb, ez a leghalványabb sárga szín a három közül, és a lábak viszont gyorsan mennek. És tehát, ja igen, bocs. Tehát egy kicsit híg mondható. És ez azért fire, mert ez elvileg csípős fahéjjal van felütve. Alapból fahé csíp. Igen, azt nem tudtam. Hát ráncsál már be egy kanál fahéjat. Hát nem próbáltam még azt a challenge-et. Próbáld ki. Nem, annyira nincs hozzá kedvem. De most időnként így megcsap az illata ennek, és hát nekem most így, ahogy időnként ide flash-el ez az illat, ez nekem ilyen, megint csak ezt a mézes kalácsos hát alapból feelinget érzem. Fahéjas csiga, meg ilyenek, hát egyértelmű, hogy a kalácssal szociálsz. Uh-huh. Na, szimatoljunk, mert ne csak pofázzunk róla. Ott van a fahé, és édes fahé, tehát ez a, tényleg, mint, nem is ahogy hívják, a fahéjas csiga, tehát kakócsiga, fahéjas csiga. Amit mondani fogok, beszarsz, bazd meg. Mint a fahéjas kertkalács. Komolyan. Nem szeretnék be fricizni, úgyhogy nem tudom, hogy mondja-e. Ja. Nem tudtam, hogy mire számítsak, mert ilyen jellegű ízesített whisky. Akkor csak suttogva mondod. Oké. Okay. Szóval nem tudtam, hogy mire számítsak, mert ilyen jellegű ízesített whiskyt, hogy fűszerrel van fölütve, ilyet se kóstoltam még soha. Ez az első, tehát most vesztem el a fűszeres whisky szüzességemet, ahogy az előző részben a gyümölcsös whisky szüzességemet, és az előtte pedig a mézes whisky szüzességemet veszítettem el. Unod, mámi? Nem, mondjad. Ja. Hallgatlak. Érződik a fahé. Durva lenne, ma nem. Nagyon lájtosan. Bazit, tudod, mi volt a legelső, ami beugrott? Mézes. Levendulás szappan, bazd meg. Esküszöm. Levendulás szappan szaga van, bazd meg. Na most látogatom meg a toilettet. Beszartál? Na, most rondítom össze magam. Tehát. Bazeg. Ott van mellette kis tégelybe a fahé, de a levendulás szappan mellett. Képtelenség. De mi pont szappan? Nem tudom. Ez ugrott be. Lehet, hogy a karbolosság, de nekem egy az egyben levendulás szappan illata van. De fahéjas kertkalács. Egy házi szappan. Házira készített, mert azokban általában erősebbek az aromák, mint a gyári szappan. Most úgy halványan célzol arra, hogy lehet, hogy ez tusfürdő. Szerintem az.
Szerintem az. Annyi, hogy majd egy fél üveggel adok, hogy akkor este ezzel bírjál fürödni. Jó? Ne fürdjél le. Gyuri meg. Igen. Na kóstoljuk meg. Ezt a levendulás szappan. Olyan, mintha bemennék, komolyan mondom, olyan illata van, mintha bemennék egy ilyen monszombódba. Nekem olyan illata van ennek most. Ezzel is jön az alkohol illat. Nekem nem. Az alkohol illat, ezen is érezhető. Izomszappan illata van. Tölgyfa illat is érezhető enyhén, de... Az igazság, hogy hallottam ilyet, hogy azt mondták, hogy olyan karácsony illata van, de... Nem, az meg nem se közelíti. Meg se közelíti. Ez izombó nekem szappan, de nem mondom el többször, kóstoljuk. Aha, csípős fahéj megvan. Igen. Viszont ennek is az illatában nekem jobban dominált a kellemes fahéj íz. Ízbe ott van a fahéj íz, de nem az a kellemes fahéj íz. Édesnek ez is édes. Mint a kurva anyja. Tehát számomra ez is kicsit az édeség túl van tolva. Mint a rohadalom úgy. És ez a fűszeres fahéj a párosul, az alkoholos fűszeres fahéja, csípős fahéja, és édes. A monin, vágod a monin szirupokat? Nem igazán. A koktél szirupok. Jó, nem sok koktélt iszok, tehát... Tehát a moninnak van, annak nagyon sok fajta szirupja van. És van ilyen szirupja, hogy mézes kalács. Szirup. Uh-huh. Nekem ez, tudod milyen volt? Mézes kalács, szétáztatva ezzel a mézes kalács sziruppal. Olyan szinten édes volt. Uh-huh. Édes, édes, édes határozottan. Faj érezhető rajta, mondom, csípős fűszeres fahéj. És ezen a... És csíp, igen, csípett a fahéj, csípett a fahéj, de egyszerűen ez a tömény, hihetetlen túltolt édesség, ez azt hittem, hogy ez egy csípős valami, kis kínlódós, kis szenvedős ital lesz, hogy tényleg, hogy fire, hogy csíp. Csípni csíp, de egyszerűen annyira a mérleg, annyira elbillen az édes felé, hogy azt mondom, hogy nem kérek belőle többet. Igen, jobban dominál az édes fahéjas, tehát édes fahéjas íz kicsit jobban dominál, mint a csípőség. Ez most nekem, ez Apple 2. Én most keresgetem benne a bourbon ízt, keresgetem benne a tölgyfás ízt, valahol a vaníliás ízt keresgetem benne. A vaníliát még csak-csak belebeszélem. Ez a mézes kalács mellé. Gyümölcsös íz, hát nem tudom. Mézes kalács sziruppa. Pocsék. Ez szar. Én nem mondom, hogy szar. Adj egy kis vizet, lágyítsuk meg. Jó, hogy ilyen különbségek vannak. Mert nem csak az van akkor, hogy állandóan fényezzük a viszkiket, hanem valami szar a szar. Kurvára nem el. Azt hittem, hogy itt valami a fahéj, és akkor csípni fog, és marja a fejem. Nem, bazd meg. Cukorbeteg lettem tőle. Édes, nagyon édes határozottan. Mert ha még egy olyan csípős lett, hogy alig bírnék beszélni, akkor azt mondom, hogy oké, volt valami élmény. Hát ez nem élmény. Ez azt mondom, hogy köszi, többet soha. Na most még ezt, de azt szerintem... A büdös életben ilyet nem kérek többet. Ugyanaz a levendula szappan. Ugyanaz a levendula szappan nekem. De csípős. Próbálnám beleerőtetni a ízét, a fahéjat. Mondhatnám azt is, hogy fahéjas szappan. De ez nekem levendula szappan, bazd meg. Olyan az illata. Sokkoljuk le még egyszer magunkat? Bocsánat. Hú, baszki, még lenyelni is rossz. Nem a csípőség miatt. Én alapjában véve szeretem a fahéjas termékeket. Ott van a fahéjíz, ott van a csípőségíz. Viszont számomra is
az édeség túl van tolva egyszerűen. Ez nem túl van tolva, itt semmi másról nincs szó. Csak arról. Ez édes, ez nagyon édes. Azt hittem, hogy olyan lesz, mint az Apple. Nem, ez rávert az Apple-re. Ez rávert, ez szarabb tőle. Fú, bazzeg. Édes, túl édes. Ilyen porzadá, és nem a fahé rontja. Nem a fahé rontja. Hanem az egy őrült édesség, amit belepakolt. Akkor ez a termék ne is számítson. Ez egyes. Terület, hogy... Egyes. Soha büdös életben nem akarok vele találkozni többet. Tőlem kap egy... Egyes csillagos egyes, vagy kettes alát? Kap egy kettest azért. Innál még ilyet. De innál még ilyet. Kap egy kettes. De vele, innál még ilyet. Ha Bali kapott egy kettes... De nem. A kérdés. Innál még ilyet. Balit se innék, de ha Bali kapott egy kettesed, is kap egy kettest. Nem. Innál még ilyet. De. Ha Bali kapott egy kettesed, is kap egy kettest. Nem, itt nincs viszonyítás. Most a felejtsük el Balit. Innál még ilyet. Lehet. Tényleg? Lehet. Hát én a büdös életben sem. Megfogadtam, hogy az a viszki kap egyest, amit a rohadt kurva életben nem akarok többet látni. Ez az. Hát akkor neked egy egyes. Azt hittem, hogy egy valami élménygazdag valami lesz. Ez ennyire, ez pocsék. Én ennyire rosszul nem mondanám. Lehet, hogy azért vagyok, mert kicsit mérges is vagyok, mert ez a Fire, ez egy kicsit nagyképű, nem? Erre azt kell ötvénye, hogy Jack Daniels cukorbetegség, bozonszakrőleményt, ez a pocsék, bazd meg. Okáért. Hát ugyanre nem nyert el a tetszését. Nem, és kiverte a biztosítékot. Még hátrébb került, mint az írviszkét. Kiverte a biztosítékot annyira, hogy milyen hazugságnál ez, hogy Fire? Nem Fire. Ez nem Fire. Ez cukorbomba, ez olyan, mintha egy rakomány cukrot, egy ifányi cukrot így rátborítanának, ez az. És akkor így egy ilyen félmanyaréknyi fahéjat így rászórnának arra az ifányi cukorra, hogy tessék, fahéjas. Olvasd meg, mert nem látok az idegtől. Tehát itt majdnem csak azt mondja, illat azt írja, hogy a fahéj és a fahéj van fókuszba. Ez valahol igaz. És ez párosul a fűszerességgel. Hát íze az édességet legelőre veszi, ami tényleg így. Jó is teszi, hogy tényleg elsője van a sweet. Édes és fűszeres ízek. És ízbe is, hogy hozza a cinnamon ízt, hát a fahé ízt, ez is igaz. És... Megmutatja magát, hogy egy csipet van benne. Ez az őrületes, fölolvasztott gej cukor mellett. Barna cukorral, és vajjal, és fűszeres fahéjjal. Hát itt a cukrot, azt vagy 8 órá kéne húzni, mert ez nagyon dominál a cukor benne. És utóízben egy fahéjas kek süti harmóniában a palacban az édessel. Édes, én is azt mondom rá, nagyon édes. Nem, ez nem. Ez kiakasztóan édes. Tehát ahhoz képest én vártam, hogy ezeket a hármas kombót megkóstoljuk. Mi szerint az alap Jack Danielset, hogy megízesítették, ugye megkóstoltuk a mézeset, az almásat és a fahéjasat, én azt hittem valahol valami miatt, hogy az lesz a sorrend, hogy fahé, alma, méz, mivel hogy én a mézet nem kedvelem. Ugyanezt képzeltem. És pont fordítva, a mézes van elől, az almás, és bizony ez a legutolsó. Tehát ez egy szutyok. Ez vissza a polcra, a polcon belül is a hátsó részlegbe. Nem sokat fogom alkalmazni ezt. Engem most fölcse szerinted. Ilyet még nem is hallottam tőle. Hát mindenre kell az ideje. Elragadtatva én sem voltam tőle. Az örülök, hogy megkóstoltam. Legközelebb találkozunk. Addig is legjobbakat. Sziasztok. Sziasztok.